kicsit tesztelgettem a titkos jatkét. Minden faja van benne, normális duások, négy support is. Normális batteriáltal. Nagyon kifli. Na, elvileg már live-on van. Nagyon remélem most is meg fog szakadni. Sokszor a diginet miatt, mint múltkor. Hát az nem volt túl kellemes. Múltkori Jetset Radio... Ja, múltkori Jetset Radio stream 40 perc után harakirit költött a... Ez talán jobb lesz. Őszintén, én nem néztem, mert benfekte lépen Pin My Ride-ot néztünk. Semmi para. Ennél sokan nem voltak fönt akkor. Jelzi már a Twitch, hogy... Ja, live van, aha, jó. Így van, jelzi. Oké. Okay. Na jó, hát akkor... Belefem a jatkét. Nem tudom, már van-e itt valaki. Discordot teszem. Na. Oh, the den of the gulag. Ami nagyon király amúgy, hogy a két ravaszgombra van állítva, hogy retro zenével akarsz játszani, vagy retro grafikával. Így van, és csináltok neki Wonder Girl sprite-ot is. Na, csak megjött a Richie Getz. Szerintem legyen normál, de... Olyan régen... Gyerekként játszottam ez utoljáról, még Sega Game Gear-on. Hogy őszinte legyek, én... Nekem ez a játék, amit teljesen kimaradt, és a, ezzel a remake-kel játszottam. De tudnélik, én annyira platformerek, én nem vagyok oda, nem az én stílusom. De ez a játék, ez annyira jól sikerült. Tényleg jó is. A remake-kel meg pont nem játszottam, hogy nekem ez ilyen first time volt. Pedig ez barom jó. Egyik jó barátom nyúz már évek óta, hogy játszok vele. Én a grafikát meg akarom így hagyni, mert ami szimpatikus, hogy kinéz az új design. Igen. De lehet így is játszani klasszikban. Tehát a zenét is lehet variálni. Jó, megcsinálták ezt. Nagyon igényes. Igen, Ricsi voltam a gyerek. Surprisingly. Na. Szerintem hagyom full modern van, mert... Ha jól tudom, ez a szegmens az előző játéknak a legeslegvége, csak lerövidítve. Így van. Hát onnan kezdődik a játék, ahol az előző rész ugye véget ér. Ahol a sárkánnyal kell megküzdeni, vagy valami hasonló. Így van. Ez is kacifántos ez a... Ez igen, a Wonder Boy széria. Itt el csak ezzel játszottam meg, talán a legeslegesről. Már hát ugye, ami kijött legelőször Wonder Boy, annak semmi köze nincsen ehhez. Igen, hát az ugye arcade-ra jelent meg, aztán utána portoltak ki a házi konzolokra, most így ilyen C64 Spectrum, stb. Deco Dragon. Imádom, olyan jó ezt a játékot nézni amúgy. Kicsit nehéz eltállni a fejét, az a baj. Vissza kell szoknod. Igen. Maga a hitboxok nem ért... Na, de most komolyan, what the fuck? Jaj, Istenem, már égek. Már égek ezzel is. Igen, kár, hogy nincsen benne kóp most. Most már csetett közben. Akkor lenne Wonder Boy meg Wonder Girl. Így van. Viszont szóval rájöttem, hogy a legegyszerűbb. Csak szépen ki kell várni. Nem érdemes túl agresszívnak lenni. De annyira nem emlékszem a játékra, hogy merre érdemes menni. Hát, to be honest, már annyira én is nem. Na még egy döfés.
Famous Last Words. Na végre. Yes! Ah, rögtön belefutottam, istenem. No money for me. A játéknak gimmick-e, hogy mindenféle állatnak az alakát fel lehet venni bizonyos időpontok után. Időpontok inkább bizonyos eventek után. Bosszok után. Milyen fura, hogy milyen futurisztikus a retro módban, de mondani meg nem annyira. Azt is milyen szépen néz ki a játék. Te nagyon-nagyon hálja forcit. Így kell remake-elni egy játékot. Kedvencem a... Főleg a kedvencem a izé, bagózó malac. Hát az zseniális. Az a boltos, ugye? Az a boltos, így van. Tehát pakolták a világot mindenféle kis extrával. Csomó csontvázon a új módban. Klasszikus, meg csak úgy blokkokként vannak. Hoppá. Jaj. Na. Nem kiszöktünk? Jó. Igen, csípésdőben lehetne egy ilyen fajta rűvők, mint amit csináltak a Dark Tales-ből és egy jó pár éve. Megnyitok az őt, tehát ezt tényleg te alatt megérem. Ja, persze, másfél literes bors vagy egy. Bárcsak, már mi? Lemezjátszod van-e már? Vagy van-e már? Érkezik. Ó, üflé! És miért vettél? Édesanyám párjától kapom, hogy egy régebbi lejátszott, nem tudom pontosan milyen, azt mondták meglepetés lesz. Régit kell venni, mert az sokkal jobb, mint az új. Szép jó estét, Dark Chillen. Remélem ez a kedvenc játékod. Itt a... Malacod. És ebbe az a poén, hogy a... Várjál, azt hiszem Sega Master Systemre jött ki ez a játék, hogyha jól tudom. A igen, Sega igen. Master Systemes jelszót, ezeket a passwordöket tudod itt is használni, ez mekkora király már. Ja, amik ez tényleg jó feature. Igen, Master Systemre és Game Gear-re jött ki. Nekem tudom, hogy Game Gear-re volt meg, mert annyira be volt zoomolva, hogy játszatlan volt. Helyenként. Hát én nem erre kéne jönnöm. Pár? Be lehet nézni. Ha, oké. Okay. Bolivia sure looks different these days. Na igen, szép jó estét. Hát lehet ebben gyíkás alakulni, vagy rosszul emlékszem? Hát igazából a sárkányfiút azt a Lizardmannek fordították. De tehát azt hiszem még... oroszlánnál lehet, egérre, meg talán sassá. Valahogy nekem is így rémlik. Úristen, sassá is lehet változni. Na jó, ez az én játékom. Elő a hipós bögrét, barátom. Elő a hipós bögrét. Oh yeah! Passz egy szív. Pont mint az Eldával. Azt nem tudom, hogy ebben a játékban is úgy maradt-e, hogy sorban kell felszedni a szíveket. Hú, tényleg nem tudom nekem. Ez a remake ilyen first time. És
Tehát eredetileg gyerekként játszottam a originálnal. Esetleg chaten bárki játszott ezzel a játékkal már? OG-val vagy a remake-kel? Ice-T-től szeretném kéni az OG Original Gangsta című számot. Let's go! Nem tudom, lehet úszni ebben, vagy... És lezuhannék, akkor meghalnék rögtön, vagy... Szerintem nem. Alul is van egy világ, ha jól emlékszem. Fáj a részleg. Ah, tényleg. Csáva, aki a Tropico soundtrack-et csinálta, szerintem most izzadva hívhatja az ügyvédeit. True. Az is egy jó játék, a Tropico. Az legjobb helyre esett be, komolyan. Őszintén azt sem tudom, hogy jó helyre megyek el. Hát, mennyi random helyek azt a majd csak. Reméljük. Már nekem talán olyan rémlik, hogy sivatagban kéne összekezni, de valahogy sivatagos rész is. Igen, igen, azt hiszem van olyan is. Oh shit, mennyi bénázok a kicsom. Megvan a kulcs! A kulcs. Oh. Hát, igen, még nem vagy elég gazdag. Ehhez még kurok vagyunk. De jövedelme. Hoppá! Még pénzizsák is kiesett belőle. Jaj. Kevés a hátra, mondom. Csak kérned kellett. True. Jaj, Istenem, az a nap itt fönt, az nap, felvidegesti nagyon. Most mondanám, hogy szedd le, de nem tudom, hogy le lehet lőni. Itemben biztos csak kéne olyan item, amit fel tud lőni. Annyira nem emlékszem egy csomó mindenről. Na jöhet a szerencsejáték ZRT. Most egy cseresztjét a papának! Na fiú, csak itemeket vesztettem igazából. Mert mind ilyen weapon féleség. Lehet ide kell a kulcs? Nem
Hát a hit detection az egy kicsit olyan eh. Az eredetiben is ugyanilyen volt, úgyhogy. Igen. Az, ahogy úgy érzem én is. Jaj, csak... Ja, ezt akartam egy külön inventory okra. Na. Inkább legyen valami kis armorféleség. Ugye nem az, amit egy csomó klasszikus játék, hogy megütnek és vlogsz, hanem folyamatosan sérülsz, folyamatosan tudnak kompót az ellenfelek. És szerencsére ezt a remake-ből se vették ki, hogy rohadjanak meg. Hál' Istennek. Milyen részletgazdag a remake. Végre a napon ki tudtam próbálni újra a Tenchu 2-t. Na és milyen, hogy tetszik? Hát nem emlékeztem arra, hogy ennyire borzasztó lenne az irányítás. Na sajnos sok PS1 játéknak a hibája, hogy irányítás az nem öregedett túl jól. Tehát ahhoz képest, hogy PS1-ről beszélünk 2000-ben szájmocsadás egy játékba, azért az kicsit meredek. Szép jó estét, Dodgers! De amúgy ez meglepően jó játék. Szerintem csak az egyen játszott a sokkal. Hát, az mondjuk nagyon broken volt, azt mondják. Nagyon sokra nem emlékszem a Tenchu-ban. Oh shit. Ez azt sem tudom, hogy csinálok, tudja. Ezt csak melyek, ezt tudom. Jaj, ezt fel kell olvasni. Szóval, Csodafiú 3, a sárkának a csapdáját játszatok. Igen, ráadásul a remake-et. Bizony. Na ezt el lehet találni pont ezt a napot. Napocskát fel. Főleg úgy, hogy nekem is megvan a játék. Mondjuk nem PS4-re, vagy nem is tudom már mire adták ki, hanem PC-re. Én is ami bundle-ba vettem valami 4 euróért King of Fighters 14-el és SNK Anniversary Collection-nal. Én az Zelmolnak a videója után vettem meg ezt a játékot, mert nagyon szimpatikusnak tűnt ez a remake. Hát igényes is. Originálnak a hülyeségei ugyanígy megmaradtak, hál' Istennek. Igen! Fú. Aranyos, igényes cucc. Ugyanannyira frusz. De nem is az, hogy nem is ideges vele, csak hogy nehéz vele játszani. Vannak gyerekbetegségei. Meg így a napokban... Újra megnéztem a Vakondok 4-et. Baszki, mekkora egy film, imádom. Meg itt van a Blu-ray verzió otthon. Na igen, nekem is megvan. Ezért bekapcsoltam volna a Pöse 4-et. Megéri, megéri. Azt lehet csak ajánlani tudjuk mindenkinek a Vakondok 4-ek című dokumentumfilmet. Magyar videójátékfejlesztésről szól. Ki gondolta volna, hogy magyarok ki gondolta volna, hogy a magyarok azért elég jók voltak annak idején a videójáték fejlesztésben. Amúgy ja, valami tehetségesek voltak. C64-es Last Ninja, tehát... Yep. Ott végül átvette más csapat a fejlesztés, ugye? Vagy valami ilyesmi volt? Igen. De ezek a sztorik, hogy úgy csempészték be a C64-eket, ez annyira kommunizmus, bazd meg. Ez annyira, ja, annyira klasszik magyar. Szép jó estét, Mirir. Csak megnézem, mit írtak még. Kéne vegyek egy Master Systemet, vagy egy Power Base Converter, mármint egy mesterrendszert, vagy egy erőalap átalakított. Ja. Keci. Megőrülök. Mármint mi? Egy Mega Systemet kéne venni, bazd meg. Azt is.
mindent. Megvan a kulcs! Meg hát! Oh! Ja, tényleg jóféle eddig. Impressive. Just like the original. Oh, videókártya driver update. Ide jó. Ez az. Streets of Rage-et ugyanazok csinálták, hogy ezt a remake-et? Pontosabban Streets of Rage-et, jaj. Ne. Shit. Nekem a Sonic Forces a kedvenc szege játékom, ahol Infinite megszinted a videókártya néhány másodpercre, ha meghitel. Nice. Bíztatónak hangzik. Nekem a Crazy Bass a kedvencem a játékom. Nekem is. Sőt, tovább még Crazy Bass 2. Kéne még egy ilyen HD verzió. Elektronikus alul, hogy valami. Crazy Bassból? Aha. De azt minek? Nem van. Nem, nincsen. Költözzék ki Brazíliába és akkor lesz. Megyek is. Ott úgyis van Master System, meg Mega Drive. Hát, jó, nem is értem bazzek, hogy még hogy a picsába lehet még ott meg a Mega System, a faszom. Master System. Úgyhogy baromi olcsó. És az átlag brazil nem szeret túl drágát venni. Jaj. Az lehet. Hát, Küvi, eddig nem válsz olyan fényesen. Nem, hát. Tényleg nem. Meg ennek is a fejét kéne lőni már megint, de hát... Nem, a hit detection olyan... Ó, ez a kedvenc részem. Na! Csapd ide a cseresznyét a papának! Ez az. Vissza az elejére. Jaj, de jó. Jó lesz ez, úgy érzem. Potionokat nem lehet venni amúgy, vagy... Ez egy jó kérdés! Oh shit. Jöven itt majd csak az egérrel tudsz... Felmászta, ugye? Felmenni. Ja, láttam azt a... Mi az Isten? Mit értem? Taxiké, azt a Switch-es apon reklámozták nem régiben. Kicsit Crazy Taxi vibes. Béka komolyan egy szívet levett teljesen. Ó, te jó isten. Ó, de mi az felfeldő? Hát ez szóval. Volt három nyilat és ebből egyszerűen találtad el azt a szart. Nem, nem megy. Úristen, annyira nem megy az a játék. De igyekszem. Ja,
érződik a Master System design. Holnap viszont lehet, hogy megint le fogom porolni egyet a PS4-et, mert előveszem le az Until Dawn-t. Oh. Jó ötlet. Nem játszottam a Dajtog. Barátok a marha jól játszani, úgyhogy mindenki más karaktert ilyen. És adogatjátok egymásnak a kontrollert. Megmondom az őszintét, én az, ezért a túlélő horroros zsánráért én annyira nem vagyok oda, de... Vivpro végigjátszott ezt a játékot, és tőle megnéztem az egész végigjátszásos csatornáját, és utána úgy voltam vele, hogy oké, bazd meg, ez szimpatikus játék, úgyhogy megveszem. Nice. Nekem is be kéne pontolnom. Először az NWA albumot hallgass meg, vagy jó, meghallgatom még egyszer. God. Ezért itt nehéz. A GameCube belecsöppent a bakelit gyűjtés világába, ez egy nagyon hosszú, nagyon pénzköltős téma. Jó. Kérlek, hogyha zenei jó estéket szeretné megvenni, mert hát akkor barátom. Na megint nincs HP, mert fú, te úristen ez a játék. Az ifjúd igaz jó cucc, tanap játszottam vele egy órát kövő. Végül is jöttem az árkádat elsőre. Hát fú, komolyan, miért ilyen nehéz ez a játék? Jesus fucking Christ. Ami tényleg hűséges remake, de olyan rohadt clunky az egész amúgy. Te nagyon szereted ezt a izét. Túlvilági gyümölcsögépet. Egyáltalán jó irányba megyek, a sivatagba kéne kezdeni, vagy... Jaj, jó isten. Igen. Viszont kaptam egy potion-t. Jó rá. Sivatagba kell menni, és akkor ott kapod meg a következő izét. Alakot elméletleg. Hát igyekszek nem hitelni, de... Nem meghitelni, de hát úristen. Hit the road, Jack. Mondja, azaz. Berakom a Crazy Bust, komolyan mondom. Nem. Jó, én támogatom. Na várj, melyik Crazy Bust, a mesét vagy a játékot? Játékot. Hogy mindenkinek kivérezzen a füle. Az egy jó játék. Szerintem Dark Chillam egyik kedvenc játéka. Valószínűleg ő is programozta. Hát valami random brazil volt az. Szassza az elég kocsan, licenszelt buszokkal. Legközelebb majd tudod, hogy mivel kéne játszanod? Na mivel mondja? Cupheaddel. Uff, gondolkodtam. Gondolkodtam rajta. Ó, istenem. De miért sem ez ilyen rohadt sokat ad az egy ellenfél, az istenit? God damn it, komolyan már. Bőven elég volt, megnézem belőle egy izét, végigjátszás is mondtam köszönöm, nem. Csoda történt, Kübi eltalált a nyíllal a felhőt. De jó. I wanna be the bee. Istenem, de jó, hogy megdött a tisztos lemet. Csomó hápja a mellett. Oh, Cserény. Yeah! Elég megkapta a Beast. True. Jó, még egy csak az is beugrok a nyilvesszőbe, istenem!
nekem megvan a Cuphead, de... Aj. Lehet róla majd szó valamikor. Az megint egy nagyon igényes játék. Fú, nagyon. Nagyon szép. Aesthetic as fuck. Csak játszani vele. Oh god. Hát, hibás, igen. De pont ezt szeretjük benne. Olyan lehet, mint a Shovel Knight. Inkább azt trillálni, szóval azt imádom viszont. Nem akartak valami szívet dobni könyörgő. Tessék, dobtam neked egy szívet a chatbe. Oh, thanks baby. Jó, de ne pénzt dobjatok az istenit! HP-t! Való chat, ne donételjetek neki, küldjétek el a szíveteket! Ah, nagyon. Itt van egy nénike. Next, please! Fú. Na jó, ez tetszik, csak olyan Master System bullshit. Hát olyan tipik Master System, igen. Oké, még maxi macskát kérek, komolyan. Bármint a Bagzó Macskák című zenekarra gondolsz? Aha. Az egy good tier shit. Az hát, tényleg az. Sokat pattognak ezek a békák. Nem van érdekem. Na jó, nézegetném, milyen a régi, milyen az új. Több remake-ben lehetne ilyen quick swap feature. Például a 13-ba. Akár. Egyszerű megvenni az OG-t. Benyó küldte meg, így jött egy 9 gigás patch. Lassan már a patchek többet foglalnak, mint maga a játék. Aztán a Tony Hawk 5 volt ilyen, hogy pár gig volt a játék, a patch az meg olyan többszöröse. 13-ból igen, készült remake, sajnos. Majdnem megvettem én is, mert érdekelt. Meg láttam, hogy ó, a Steelbook van hozzá előrendelő bónuszként. De láttam Benzónak a streamjét, és így még ingyen se kéne. Hát engem nagyon triggerelt, az az igazság. Nem hibáztattam, tényleg egy gyalázat. Pedig én úgy vagyok az ilyen remake-ekkel, hogy én annyira nem fogok érte pénzt adni, amikor kijön, de megláttam, hogy a 13, jó, mondom, akkor ez nekem kell. Én nem néztem belőle tényleg képet, hogy milyen lesz maga a játék, úgyhogy csak így simán előrendeltem. Hát életem legrosszabb 40 eurója volt, az igazság. Hát meg tudom érteni. Ennek van ilyen pattern félessége, csak a projektáját nem lehet küldőni, marha jó. Semmi gond, a fele már megvan. True. Hoppá! Jajjéjjéjjéj! Ó, micsoda bombó kombó.
Csak meg lesz, ezt csak nem mondtam el, basszus. Na jaj, meg dodzsolni kell a lelket. Dobálja a pinzt a játék a fenébe. Baszki, ez nem is annyira trash. Yes! I'm a fucking mouse now. De milyen aranyos. Imádom. És amúgy... Lehet rosszul emlék... Nem is lehet váltani most állatot? Amit felvesz... Aha. Úgyhogy most csak ez nem lehet. Volt projectile-om, basszus. De amit tényleg meg a cuki. Ugye még ez, ez király lehet, hogy futni a falon. Hoppá. Itt is a boltoknál karizmára épülnek a tárgyakat, de hogyha jól tudom, a remake-ből már kivették. Mert az eredetiből ugye így volt. Az ablakos ajtó az bolt lehet, vagy? Fú, ez egy jó kérdés. Aha, jó. Tökéletes. Add a shieldet. Ez milyen királyú néz ki, basszus. Originál meg ilyen, eh? It's just another castle. De ez, wow. Wallpapernek el van a kurva. Simán. Olé! Na, annyira borzalmas nem vagyok a játékban szerintem. Már. Ah, who am I kidding? Wow, mennyivel másabb ezt a úristen. Sokkal. Nem tudom, ez a kis kövecske ott. Ez egy Master System cucc, lesz még eltörve a bokád bőven. True. Na jó. No more fucking around. Oh shit. No. Ez túl sok höf volt. Úristen, komolyan még követte a lángcsóba is. Jó jatke? De jó. Ezeket gondolom nem lehet megsebezni, ezeket a tüskés cuccokat. Jó kérdés. Szerintem nem. Igaz, Master System játék. Ó, bocsánat, vissza is szívom, mert le lehet szúrni. Jaj, de jó. Nem kell visszaszívni, attól ez még egy Master System játék. Ha Istenem! Jaj! Fú, szerintem már kalokattam. Nem akarnak egy kis HP-t dobni végre. Mouse man. Persze, hogy rámugrik. Miért a pénzt dobálják? Komolyan. Azért, mert we've got to have money. Money, G.
Hát akkor most ilyen dolgot csinálom. Nem érdekel, kell valami HP. Ilyen arra is, hogy csontfáz mindkettőből. Sajnos elkövettem még egy rossz dolgot. Na? Még egy LP-t vettél? Nem. Most nem bakelítezek, úgyhogy... Oh. Sajnos előrendeltem, vagy... Na, előrendeltem a faszom. Megrendeltem a Persona 5-öt. Hoppá, a Royalt? Nem, simát. Simát, ó. Oh. Igazából már Royalt lett volna érdemes, de remélem tetszeni fog a sima is. Fishing for HP, igen, próbálkozom, de hát nem ad HP-t. Mert ez egy Master System játék. Szerintem ez lesz a tagline-ja. Jézusom, ilyet is tudnék ugrani. Oh god. Komolyan már nem értem. Végül is nekem van egy horgászós játékom. Ezt nem hiszem a... Istenem, ezek a hitboxok is komolyan. God damn it. Válaszolva Ricsinek, nem kell köszönöm a PS4 account. Úgyis már van a PS4-emben vagy 30 vagy 35 játék. Na, nekem is nagyon sok van. Most újra bekapcsoltam a PS4-et én is egy másfél hónap után. Kijött az új Persona játék. Ami elég király. Istenem, mindig beakad. Nye. Én, mint RPG szűz, majd belevetem magamat. Helyes, helyes. Jó is az amúgy. Nem tudom, nekem soha nem jöttek be ezek az RPG-k. Hát talán, lehet ez meghozza a kedvedet. Csak annyi, hogy hosszú. Hosszú a personet, ez a legnagyobb baja. Igazából nekem a kedvenc RPG játékom, hogyha lehet annak nevezni, az a South Park, The Stick of Truth. Hát RPG, hát az elsőt még aztán az Obsidian csináltam. Az Obsidian, így van. A Fracture Butthole sem volt rossz. Még nem játszottam sajnos egyikkel sem. A Stick of Truth megvan már egy jó ideje, csak még nem jutottam odáig, hogy játszok vele. Komolyan már ez a hitbox, nem is hit detection, akkora kaka. Nye. Nézd meg, akkor nem merek fightolni, mert nem bírok semmit eltállni ezzel a kisegérrel. De jó, hogy nem csak pénzt dobálna az ellenfél. Fú. Sajnos a főhősünk nagyon válogatós. Nem akar állatbőrökbe bújni, vissza akar változni. Hát ezt meg is tudom érteni, csak... Én annyira nem. Csak én faszadra, hogyha sárkány lennél. De később lehet váltogatni, vagy... Nem lehet váltani. Annyira nem emlékszem, mert tényleg amúgy. Csak az maradt meg nekem is, hogy van többféle forma, amit fel lehet venni. Az Isten, itt már komolyan. Végre dobott szívet. Az a játék meg kell hagyjam. És már csak egy Sega Saturn-t kéne venned, és akkor full retro ember vagy. Az. Rögtön a Panzer Dragon szagával, a több száz dolláros játékkal. Utána meg a Zenemi Zero-val. Jó. Mink van pöcöre is.
Csak ritka, mint a fehér holdó. Tényleg? Aha. Azt nem is tudtam. Láttam bele egy nagy dobozos példányt, az ott valami 100 font körül, de az még mondhatom is. A kurva életbe. Durva. Csak a Sega Saturnos D-től mentsen meg a jó ég. Az nem. Az tényleg nagyon szar lett az a port. Azt hallottam. Au. Hú, Jézusom. Na most ez nem dobál pénzt. Nagyon jó. Oh, lehet potiont venni? Lehet potiont venni? Hát jó, drága, bassza meg. Jó, legalább egy van. Saturn's... Jaj, jaj, ne! Ne! Oh god! Vissza a leges legeire. Az istenit. Goddammit, mondom. Figyelj, effektus. Tökre tetszik a játék. Nem is az, csak fú. Örülök, megmaradt a réginek az eszenciája, de... kicsit frusztráló játszani vele. Pont az benne a jó, hogy frusztrált. Én nem is tudom, talán nagyon kevés játék idegesített fel eddig az életben. Közöttük a Bloodborne is ott van. Ami ja, egyrészt nem nagyon. Úgy érted, Bloodborne. Bloodborne, igen. Ahogy Tyrexi kolléga mondta. Nem akarok meg a Wannabe the Guy-ozni, nehéz. Most ennek most jött ki egy újabb felütés podcast. Ó, király. Mit coveröltek most? Mi volt a téma? Slipknotnak 2001-es albuma. Jobba. Jó. Meghallgattam, hogy egy kedvenc podcast ugye a közelmúltban. Hát, hogy megmondom az őszintét, nekem is. Nagyon igényes stuff. Igen. Mert én most úgy, ami érdekel inkább, csak azokat szoktam meghallgatni, mert a Metallica-tól a Saint Anger, vagy Angel, az engem baromira nem érdekel, mert kövesszetek meg, én utálom a Metallica-t. Elég sokan amúgy, szerintem nem vagy vele egyedül. Az első négy lemezüket nagyon szeretem, de azon túl... Nekem soha nem jön be a zenéjük. Viszont most elkezdtem hallgatni a Merlin Manson-os adásukat, ami két részes. Kétszer órás, bassza meg! Nem, ez egész életét feldolgozzák, vagy egy lemezről van szó, vagy egész diszkográfia? Hát, egy lemezről van szó, most csak ugye belemennek ugye az életébe is elég rendesen. Ups. Ekte amcsi tankcsapda ilyen téren. Tankcsapda és önnél régi lemezéket, én amúgy kövezzem meg bárki, de azokat kurvára szeretem. Az első öt lemezük mondjuk, amit a nagy kedvenceim közé tartoznak. Főleg úgy, hogy olyanok vezetik, akik hát ugye zenészek mind a ketten. Aha. És azóta el akarok menni egy Imre Fia Imre koncertre. Ó, ez kicsit olvashatatlan. Meg jó, hogy így behozták ilyen kis mini részeket, ezt az egy dal című. Hát végül is ilyen műsorszámnak is lehetne nevezni. Mert ugye egy dalról beszélnek. Aha. Talán a...
nem is tudom, az első vagy a második volt a Kid Rocknak a az American Badass, vagy a faszom se tudja már, mi volt neki a címe. Majd de csak kom. Azokat meg nem hallgattam az egyszámos adásokat. De azt is. Meg a izé volt még a legutoljan, ami ilyen egy dalos volt, a Tito and the Tarantulator, az After Dark. Hát, aki ismeri a, várja, Alkonyattó Pirkadatikot, annak ismerős lesz. Így van. Ekkora film. Újra meg szeretném nézni. Megnézhetjük valamikor majd együtt. Hoppá. Adom. Én letöltöm. Discordon content teftelni. Tipikus ilyen B kategóriás trash film, és mégis mennyire működik. Abszolút. Ez boomerang, ez jó, ezt tetszik. Robert Rodriguez meg a Tarantino az két zseni. Abszolút. Nekem sok ismerősöm utálja azt a filmet, és szerintem nem tudják értékelni a B kategóriás cuccokat. Igen, valószínű. Hát, hát meg ugye ami ilyen volt még neki, az az El Mariachi, meg a Desperado. Én most múlt héten megnéztem a, nem viccelek, Blackula című filmet. 72-es Blaxploitation. Ami kurva jó volt. Annyira időtálló maga a film, hogy meg lett csinálva. Nem is érzed rajta, hogy régi, egyáltalán. Ami semmi extra, annyi, hogy fekete Dracula van benne, aki a Bronxban sétálgat éjszakon. Harusi Ghetto epizód. Hát köve, ahogy. Hoppá. Nekem mi nagyon megmaradt ugye egy a régi filmekben az a... Mind a kettő Jack Nicholsonos. Az egyik a Szállak a kukfészkére, és a másik a Ragyogás. Mind a kettő. Ez a kettő film, de főleg a Szállak a kukfészkére, az annyira egy zseniális mű. Nagyon szeretem én is. És a Ragyogásról mi a véleményed? Van, aki jobban szereti a később készült tévésorozatot, amit csináltak belőle. Én összeleszek, én nem olvastam magát a Stephen, vagy Stephen King könyvet, és én csak a filmet láttam, de ez egy nagyon erős ilyen, hogy is mondjam, pszichológiai horrorfilm. Az hát, nekem is. Nekem baromira, meg úgy is szeretem Jack Nicholsonnak az alakítását, úgyhogy barom igényes film lett. Nekem marhára tetszett. Én is imádom. Kicsit is volt. Mostanában ahogy voltam a könyvolvasást, mert én általában J. vagy Lovecraft műveket szoktam olvasni, meg Edgar Allan Poe-t. Hát én már nagyon régóta nyugodtam a könyvolvasás, sajnos. Úgyhogy a Holló is egy baromi jó remek mű. Jó az. A film sem rossz. Ez a szegmens hosszú basszus, és sok az ellenfél. De jó, hogy van potionom, Istenem, de hát... Jó a játék, itt idő van. Idő van, hát. Aztán mennyi ilyen szar tovább még, de Istenem! Kéne ilyen küvi Rage Meter válaszol. Rage Meter? Szabadalmaztatni kell, mint a megaszisztemet. És komolyan pénzt dobál, baz! Úristen, bazd meg. Most belegondolok, hogy ha meghalok, akkor az egészet újra kell csinálni. Az egészet! Castlevania Simon's Quest-tel kéne játszani, de nem azzal, amit a fanok már kipecseltek, hanem az eredet. Na, tovább végigjátszottam újra, amúgy Switch-en. Még nem játszottam egy Castlevania játékkal se. Még érdemes őket pótolni. Én inkább a... magát az OST zenei részleget hallgattam meg egy csomószor. Úristen.
De még a csontváz elkezd ugrani is fej nélkül. Baz! Ez isten itt már komolyan. Ha itt nincs egy... Potion-ös nénika a végén, vagy valami... Én... Oh god. Valami HP-t könyörgöm, hát ez... God! Godmater kéne. És tényleg visszaadöknek teljesen! Ó, Istenem. Nincsen amúgy nyilad. Ezeket nem is tudom, hogy ki lehet előni egyáltalán. Fú. Ezeket mondjuk én se tudom. Remélem boss jön. It's just Dark Souls, man. Ez komoly? Mondjuk ennek a legkönnyebb a izéja. Zoom-ban patternja. Nagyon remélem, mert... Fú... Kicsit már reszketek köbben, mert... Ez a hosszú folyosó, ez sok volt. Sörtől van. Tényleg csak teát ittam. Na nem de miért te? Nem ittam meg egy fél évek vodkát, mint múltkor Overwatch-nál. Ilyen teát, ez itt a kérdés. Oké, ez tényleg könnyű. Fú, jaj, de hogy csak ennyit, úristen. De figyelj, te meg valahogy el fogom cseszni. Hatra teát, bárcsak. Vagy te csatornáról. Mondtam, nálam lehet, hogy még lesz totra teja. Basz meg! És elbaszom! Az istenit! Ha! Mert nincs hitbox a kardnak, istenem. Ha! Ha, csak 3 HP-ja van. Ó, Kübi, ez már sikerülni fog. Sikerült hát. Basz! És felveszem ezt a szart rögtön. Haha, no money for you. Én már nem is bánom. Fú, ez azt se tudom ma, hogy ez melyik akar lenni. Hát, nem tudom. Zeldázik, azt mondanám, hogy Zora, de hát... Franc se tudja. Nem a gyík ember. A hal ember, a Franc se, nem tudom. Az, aha. Aquaman. Én nem szó. Fú, Murloc, tényleg. Én most nem érlek egy kis pénz grindolok, meg kell még egy potion. Fú, srácok? Kicsit idegtépő ez a játék, de nem olyan durva, hogy... Hát ez a játék nem szeret HP-t dobálni, tök mindegy, mert hogy játszik vele az ember. Örülj bele! Így van. Ó, Istenem már. Na jó. Lehet, hogy hol kéne vennem egy jó Arizona teát. Szép jó estét, Dark Chillam. Épp a kedvenc játék oda játszunk. Az egyik kedvencével. True. Na, Dragon's Magma, ahogy K írta. Ez a Dragon's Dogma az valami Skyrim játék? hát nem mondanám. Nekem amúgy annak tűnt. Én néha felnéztem a streamre napközben, akkor K játszott. Érdekes cuccnak tűnik. Skyrimnek jó gameplay-je? Oké. Okay. Nem győzött meg, mert nekem nem szeretem a Skyrim-et. Én sem. Próbáltam vele játszani, de annyira nem az a játékom. A hosszú játékoktól nekem már a tököm tele van. Tényleg? Akkor jól megvetted a personetet, ami 100 órás.
Most figyeld, hogyha 3 év alatt fogom kijátszani, akkor 3 év. Igen, ezt annak idején 3 hét alatt játszottam még. Akkor voltam passzív fidében egyetemen. Hát én... konkrétan már vért húgyoztam, amire végigértem a God of War-on. Amire teljesen kiszázalékoztam. Oh, nice. Úgy mi... minden általán. Persze, mert úgy raktam fél 50 óra után, hogy talán a felénél voltam, talán. Nem lehet tudni annál a játéknál. Ó, Istenem, nem. Mondom, amit lehet, hogy majd a napokba fel fogok tenni, az a Bajosoknak az első része. Azt még én is szeretem. Én a legelőször a Bajosok Infinite-tel játszottam, de hát ez egy meghatározó játék volt nekem, mert baromi jó volt meg a történet is. Tudom, hogy sokan szeretik amúgy. Én még nem vittem végig, de annyira sajnos nem győzött meg, mint az egy. Egyet azt tényleg nagyon zabáltam, viszont. De majd adok egy esélyt az Infinite-nek valamikor. Amikor kijött 13-on, akkor mindenki feljárta, hogy a legjobb játék ever. Hát azt nem mondom, hogy legjobb játék, de hát mint annak idején úgy lehet rá tekinteni, mint a Half-Life-ra. Hát mindenki azt mondta, hogy mennyire korszakalkotó volt a Half-Life. Hát nem bazd meg! Én azt mondom, hogy korszakalkotóak, de... én nem tenném őket ilyen top listára soha. Talán az egyet még, a kettő az nekem is olyan sok volt helyekön. Még az egyet se tenném rá. Kettő jó dolog származik a Half-Life-ból, az egyiket úgy hívják, hogy Team Fortress Classic, a másikat meg úgy hívják, hogy Counter-Strike 1.6. Azt hittem, azt mondtad, hogy Garry's Mod, de elfogadom. Az a izé, Half-Life 2-ből jött, én most a Half-Life-ből beszélek. Oh. Sőt, hogyha tovább megyek, akkor igazából a Team Fortress Classic az egy Quake mód. Az hát. Na. Ki is feljött a potion? Oké. Okay. Tökéletes. Na. We Dark Souls now. Az a még egy gyerek egy pillanat. Igen, te állok ide. Alakulgat most már. Olyan... nagyon vina nem jövő játékban. Bár lenne itthon pálinka, most pont nincs. Na majd, hogyha lesz a benyó simogató, viszek neked olyan kerítés szaggató pálinkát. Jöhet, jöhet. Van biztos fel lehet húzni. Feloszni. Jaj, mondtad, hogy át lehet alakulni sassá is, ugye? Mert nem a hipos bővés sassá. Kár. Picsába. Hú. Vissza akartam menni valamivel. Sass. Tök ő már a Phil Adler-ről ilyen mémén nőtte ki magát a vulkáncápán. Ó, tényleg holnap lesz a Jägereni person run. Legalább remélem. Megkészültem. Mikor lesz az holnap? Hány óra felett? Este? Megkészültem, vettem 2 nagy zacskó szotit, úgyhogy... az egyiket a Silver streamre tartogatom. Mm-hmm. De kíváncsi leszek, hogy hogyan rakja össze az a Silver the Faggot a gépet. Ó, hát akkor pont abban a kezdésben lesz, mint ahogy még. Na, vettem egy shieldet is. Fény 8-8 körül. Hát addigra úgyis hazére, holnap megyek petázni. Ó, tényleg? Aha. Ki melyek anyóik? Ennyire jó idő van, ott van. Hát ma konkrétan ilyen 18 fok volt az utcán. Mondjuk
Faterom is küldte a gépet, hogy gyerek, készenlétbe állítottam a izékat. A vadászó eszközt, az összes pecamotját főszerelte. Jó, nice. Tehát konkrétan kockásigba mentem oda az utcára, tehát annyira jó idő van. Most nem van rajtam is az szokott lenni. Hát talán rajtam is, de ezt muszáj kell mennem, mert kockásig nélkül nem tudok jönni, bassza meg. Na, ez hova vezet? Ó! Oh. Kicsi nem a fos nylon kockásink, hanem az igazi, ami ruhából készült. De legalábbis ilyen ruha anyaga van. De lenne valami projektál, az olyan jó lenne, mert nem csak itemként. Annyit nem szakolok most már, úgy érzem. Még a végén meghozod a kedvemet a pecázáshoz, baszeg, föltözöm azt a játékot. Az egy nagyon jó játék amúgy. Egy legit kurva jó. Én most szeretek pecázni. Annál csillesebb dolog nincs. Kivéve, hogyha te vagy a sofőr. Mert akkor rábasztál. Nálam egy játék által a pluszpontot kap, hogyha van benne pecázás. Mert viccen kívültelek. Illetve, ahogy Miri írta, játssz a Sonic Adventure DX-el. Szóval is lehet pecázni. Hát nem tudom, hogy Kübi milyen pecás játékot küldött el nekem gifbe. Szegásat, rossz nem lehet. Végül is. A Sonic 06 sem egy rossz játék, csak nézőpont kérdése. Ó, oh, pirányának van ez minősítve. Ilyen furcsa pirányát még nem láttam. Én sem. No. Pedig én aztán ilyen Rayman 2-n nőttem fel. Abban is voltak pirányák. Tényleg Rayman 2-t is föl kéne tenni. Ah, oh, shit, annyi jó játék van, amit újra kéne játszani. Rayman 2 ez jó. Ezt még Nintendo 64-en játszottam. Én még PC-n. Nem lehet, hogy van pecás játék ingyen Steam-on. Nem, de amit küldtem neked az, ami tényleg legit good shit. Én azokat a konzolokat bírom, amihez van ilyen pecázó, mi az isten, kontroller, mert hogyha jól tudom, van olyan. Aha, Dreamcast az például olyan. Tényleg? Én úgy tudom, hogy van Dreamcast-ről, aha. Maga ez a Sega, az a, maga az a Sega Bass Fishing, az Dreamcast-ről is volt. Eredetileg arcade játék volt. Ja igen, mert azt láttam, hogy arcade gépeken fú, baromi jó kontrollere van. Nagyon, nagyon adja. Majd amikor a Lőrinc Centerbe csapatjuk az Outrun 2-t. Ajjaj. Meg egyszerűen de 8 milliárdos Virtual Racing-et valahogy megoldjuk. Ja, Dreamcast-en? Nem, megvettem Switch-ra a Virtual Racing-et. És 8 milliárdos multi is van benne. Csak az kéne egy nagy vászol, vagy valami. Mi van óriás tévé. Hát meg 8 darab kontroller. Hát nekem van két Joy-Conom, Zack-nek is van. Van egy pár ember, akinek van Switch-e. Kérdés minek? Miért? Na nem bassz ez. Végül is. Szerintem nagyon, nagyon kidurrant már ez a Switch Luffy sokak körében. Hát igazából a magán a Nintendo játékokon kívül én nem látom értelmét a Switchnek. Uh-huh. És most mindenkitől elnézést kérek, akinek nem, van. Nem, nem, sokan így vannak valahol. Például egy ilyen Doom-ot ráportolni egy Switchre, egy PD2-t, érted? Egy kibaszott PD2-t.
mert a Nintendo az családbarát, ugye? Aztán. PD2-ben mit csinálsz? Bankot rabolsz, bazd meg. Meg túlzabat ölt, ha úgy van. Ugyanez a Doom. Mit csinálsz? Démonokat ölsz. Mondjuk azt, hogy egész jól megoldották, ahhoz képest, hogy azért, hogy tabletten játszol vele. 30 FPS-en nagyjából megőrtek csinálni. 720p-ben? Vagy hogy is volt? Az még egész jó. Ennek az egyik kedvenc Switch játék, ami exkluzív és nem is first party, az a Gunmetal, ami ilyen dob szimulátor. Ja, tudom meg. Az cukru nagyon. Oh god. Igen, a Witcher 3 is amúgy brutális, hogy egyetem megoldották a Switch-re valahogy. Melyik az a játék, ami mindenki csak azért az egy játékért vett Switch-et, nem Zelda, meg nem is Mario játék? Animal Crossing, mert tavaly az az volt. Az. Animal Crossing. Na, azt megint nem értem, azt a játékot. Hát, az a játék, ami tavaly pont a legjobb jött ki. Miért az egész Covid járvány beindult. Astro-t csinálom, hogy király. És a többiek kérek, hogy Zekket kérdez ki a Animal Crossing-ról. Mi az, aki nagyon szereti. Meg szerint egy dedikált Animal Crossing gép a Switch. Én alig várom, hogy kijöjjön a Gran Turismo 7. Jó, fáj! Hát nem, most a lába fog. Na igen. Mi tervezel PS5-öt venni? Én nem. Nem szeretnék. Én nem láttam még értelmet az igazság. Én úgy vagyok vele, hogy azért vettem PS4-et, hogy legalább egy ilyen 5 vagy 6 évre nekem az bőven jó. Nekem is már régóta megvan a PS4-em. Hát szerintem annyi cím van, hogy lehet azért válogatni, hogy miket veszel a rendben. Ha meg nagyon csed akarok lenni, akkor megmaradok a PS2-nél. Hát... arra rengeteg játék jött ki. Igen, most olvasom, mit ír Mirir közben, hogy ez tényleg vicces, hogy a Animal Crossing és a Doom Eternal egy napra jöttek ki tavaly. Mentek ezerrel a mémek. Látom, még az Eternal-lal se játszottam. Amúgy én sem. Basszus, most tudom már kell menni, mert ott nem tudok mit csinálni a vízben. Abból én, hogy őszinte lehet az Eternalból a Bakelit lemezes megjelenést várom, ha egyáltalán lesz, bár nem látok rá sajnos sok esélyt. Úgy tűnik, hogy nem lesz. Hát ugye Mick Gordon az kiszállt a projektből. Azt vágom, ja, de... jogosan hozzáteszem. Ha olvasna azt a sztorit, ja, elég durva. Nem tudom, hibáztak ezt hagyta. Egy olyan zenészt veszítettek el, bassza meg. Fú, ez nagyon zseniális az a pali. A Killer Instinct soundtrackjét is imádtam nagyon. Igen. Meg a Need for Speed World-nek is azt hiszem ő csinálta. Vagy egy párat remixelt. Meg azt tartom szerencsésnek, hogy meg tudtam venni az eredeti, vagyis a 16-os Doom-nak a Bakelit OST-jét. Lehet, hogy legnagyobb pakba ugyanaz a pak van meg nekem is, mint Benyónak. Nekem csak CD-n van meg, megvettem végül is a soundtrack-et, mert nagyon rápörögtem, hogy az nekem kell. Bakelita már drága, azt mondta Benyó is. Meg már hát, tudom. Meg már főleg úgy, hogy már nincs is. Ja. Így beértem a izével, CD-verzióval is bőven. Az a baj, hogy nekem nincsen CD-lejátszom még. Sőt, még autóban sincsen CD-lejátszom, úgyhogy baszhatnám. Bocs, ennyit rohangálom fel, egyszerűen nem fogok rájönni, merre kéne menni. Mert a vízben van egy nyílt blokk, de azt nem tudom szépen is sehogy. Hát ez egy Master System játék. Mi, ja, mit fogtál? Ja, basszus, de
Viszont sajnos, amit CD-n meg kell, hogy vegyek, az majd a Limp Bizkittel a Gold Cobra című album. Az úgy nincs is bakelítanom, vagy vagy? Sajnos nincs. Már úgy gondolták, hogy nem kell kiadni bakeliten. Miért? Így is idén volt 20 éves a Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. És mindenki ízélt a... Így a, mert benn vagyok Discordon egy ilyen biszkites csoportban, hogy mindenki tolta, hogy itt van 20 éves az album, miért nem lehetne egy repress nyomni? És nem lett belőle semmi. Úgyhogy én még szerencsésnek tartom magam, hogy egy elég korrekt, alacsony áron meg tudtam szerezni, mert 80 dollárért szereztem meg cokli-pakli Japánból, és mostanság már bőven 150 dollár fölött mennek ezek az albumok. Ez kemény. Sőt, szerintem még az orosz csávónak még mindig kim van az a Chocolate Starfish album, ami azt hiszem ugye izékor jött ki 2000-ben, és még rajta van még az eredeti csomag. Tehát nincsen felbomba 2500 dollárért. Hát azért bassza meg. Ez kicsit sok azért, de... Én szeretem a Limp Bizkitet, de azért ennyire nem. Persze, érthető. Én még tavaly vettem egy Valhalla soundtracket, egy 3 CD-s kiadásban. Kurva jó. De többen mondták a Vulcan Cápa szerveren is, hogy a bakelitet elbaszták belőle, hogy szarul szól. És többen is, több embert is hallottam neten, hogy CD-n viszont sokkal-sokkal jobban szól. Ja, igen, azt hiszem, mert mintás, azt hiszem. Aha. Ja, igen, akkor azért. Lehet amúgy Benyónak is megvan az a bakelit. Hogy elkérdezik. Már amikor volt az első official OMC Trinity meetup, akkor Benyó végigmutogatta a bakelit gyűjteményét. Hát nem szar. Meggondolom. Ezt is nagyon tapasztal. Majd csak a lemez lejátszóját kell szerintem elvinni, beállítani, mert az egy kicsit rosszalkodik. Azt most lehet, hogy nézzek a guide-ot, és köszönöm, tudom, mit kell csinálni. Merre kéne menni? Addig legalább farmolod a pénzt. Ja, meg itemek, és most így már el vagyok bőven látva. Csak itt genuine nincs előttetek, hogy hova kéne menni már. Nincs is semmi titkos fal vagy ilyenek. Nem a Wolfenstein 3D. Igen, ott is így nyomkod a falatnak folyamatosan. Főleg amikor megtalálod az Art Wolf labirintusnak a végét. Yep. Hívnád az Apogee-t, ami szerintem mára már nem is létezik. Beleordibálnád a telefon, hogy Art Wolf! Ha nem tudom, hogy nem létezik-e, mert... Szerintem már nem. A 3D Realms az már tényleg nincsen. Hát, már régóta. De nekem valamiért úgy jönnék, hogy Apogee még így megvan. Csak ugye tök más van régihez képest. Ez nonsense, tehát hova kell menni? Tehát nem tudom, biztos, hogy erre fele kell majd csinálni. Hát ez... Na most nem fogok a könnyen meghalni, sorry. Se lehet menni semmi. Na, hogy például ezt akkor meg kell néznem, mert nem akarom elhúzni az időt ezzel. Itt tényleg nem tudom, merre kéne menni. És amúgy nem is egy hosszú játék, azért mielőtt elkezdtem az egészet, nézegette, hogy ilyen max. 2 órási végigjátszás. Hát, ha tudod, hogy merre kell menni. Az még igen, az még 3D-ilmes. És hát, na, jó az.
tulajdonképpen az a régi fejlesztő csapat, azt nem egy-két arc, aki összedobta. Az megint egy jó játék, az Iron Fury. Mi nem játszottam vele. Azért lett Iron Fury, hogy Iron Fury, Fury már nem lehetett. Igen, izén. Iron Maiden azt hiszem balhézott felük, ugye? Valami ilyesmi van. Igen. Igen. Azért ez mekkora már, mekkora metagetsz. Az. Viszont amit majd egyszer majd megnézhetnénk egy ilyen Steam Remote-ban, az a Bud Spencer and Terence Hill Slaps and Beast című játék. Ó, oh, adnám szívesen. Nem játszottam még vele. Ó, basszus, én nem tudom. Nem tudom ki igazodni a guidance-on. Ami egy dolog gyanúsnak, hogy vannak ezek a kis blokkok bizonyos szobákban. Biztos valami meg lehet ütni. Na mindegy. Ja, a Dodgers, amik tényleg nonsensus, soha nem csináltak. Bud Spencer és Terence... Bud Spencer és Terence Hill beat'em up-ot. Soha az égvilágon. Egészen, ami meg nem kellett ezt a slaps and beat. Tehát megnézem, köszönöm szépen, csak hogy direkt minimalista módon fut a Steam, hogy ne zabáljon annyi memóriát húzva. De köszönöm! Kíváncsi vagyok, mi lehet ez? Én nem. Hát ez nem Forza Motorsport, passza meg. Hát nem, meg is leptél az a Blood 2-ről. Azt hittem már, hogy Forza lesz. Szembenek meg a Tom Blood 2-t akkor. Nem igaz, ez lehet valamit csinálni ezek a blokkokkal, vagy... Mit kell csinálni? Mi nem... Nem akarok ilyen DSP-be átmenni, de könyörgöm. Ezt még egyszer meg kell néznem, mert nem tudok kiigazodni.
Kell valami item, vagy mi? Sem velem, amíg nem megcsúszott az ujjam. Véletlenül megvettem a D-t is. No, nice, nice, ez good shit. Köszi a linket, Ricsi, már is nézem. Jaj, ez a Forza Horizon 4. Hogy a kanyomban megy irányaként, nem is ide megy. Á, köszönöm Dark Chillen mester. Remélem írsz majd mindenféle guide-ot ez a játékhoz. Nem kell neki írnia, hát ő írta ezt a játékot. A másik kastély. Igen, logikus. Na most megnéztél, amit a Ricsi küldött, és tényleg a kanyomba mentek tovább. Jó, ez egy Master System játék, nézzétek el neki. Na. Jajjaj. Persona 5 Strikers. De azt nyomom most PS4-en. Kim van Steamen is, ahogy most így nézem. Jap. Az alapjáték nincs fönt Steamen, de legalább a folytatást felrakták. For some ungodly reason. Ó, oh, az Atlus fejleszti. Atlus és Omega Force kolab. Omega Force csinált egy csomó Dynasty Warriors játékot. Mondhatod nekem, az Atlus az onnan maradt meg, hogy ugye ők fejlesztették a Snowboard Kids 1, meg a 2. True. Meg a Snowboard Kids Plus-t. Basszus, ez nagyon sokat sebez. Oh god. Too much C in here. Tényleg Omega Force-os is volt a izé One Piece Pirate Warrior 3. Tényleg bassza meg. A játék már elkezdett potion-öket dobálni, amiket nem tudok felvenni, csak három potion-a lehet náluk. Mert a játék szeret téged. True. Jézus, van, amíg jöttem. Ha. Ez logikus, hogy tényleg, hogy piránya menne a vulkánok között kell ugrálni. Jaj, ne a bumerángon. Shit. Boomerang! Hey, kalapos csontváz! Megumin. Csak megcsúsztam. Ez is nem tudom, komolyan. Explosion! Visszalök!
visszaadok a lávába! Az isten! Oh. Talán még ő volt az egyetlen, úgymond kibírható karakter. A Konosubába szerintem. Mondjuk én Aquatot rügeltem. Ó! Ettől imod is eszek a tűzben. Lávában pontosabban. Ó! Kifli! Megvárják, hogy is hívták azt a csajt, akinek állandóan izé... Milyen faszom se tudja. Hát most mondanám azt, hogy merevedési problémái voltak, de... Tudtam, már nem volt neki. Az Darkness, tényleg, kösz. Lalatina. Mi évente, hogyha megnézzük, viccen kívül két animét. Hát te inkább olvasod azért. True. Akkor a Chainsaw-nak nagyon várom, ugye. Ez is ilyen tipikus japán. Chainsaw Man. Na, tessék, Mirir, ezért kelt ide a Piranha Man skill. Erre az egy részre. Kurva jó. Fene. Szerintem totálisan megérte. Hoppá! Ó! God damn, boy! Na, erre már szinte nem is emlékeztem. Erre én sem, Jézusom. Remélem valami értelmes item lesz itt. Ez micsoda... Oh. Toxic Potion. Azt szerintem izéke lesz. Óóóó, oh, ezért kell ide jönni. Oké, okay. Karaj. Ó, oh, nice, nice. Köszi, Ricsi, még egyszer a videót. Na, most megér így visszamenni. Az a baj, hogy még mindig nem néztem meg még a Toru Majutsuno Indexnek a harmadik évadát, azt hiszem ilyen 11 vagy 12. résznél vagyok. De kezd egyre jobb lenni. Rá kéne magamat venni néha animézésre, de... Tényleg jobban szeretek olvasni. Ennyi az egésznek a titka, semmi más. Konosubát azt a kibaszott mémet tették azzal, az ilyen Jojo effektus. Konkrétan. Mondjuk, na Jojo-t én nem azért néztem meg, mert mennyire mém az egész, hanem megláttam a régi ovából összevágott videót a Dio elleni harc, és mondtam, hogy bonc meg, ez kurva jó. Nem láttam az óvákat a Jojo-ban. Lehet majd közös anime nézés is, én nem bánom. Lehet, hogy rá tudtok menni akkor. A szoba szét, akkor megnézzük. Jó. Utolsó anime, amit láttam, az a Macross mozi film volt, ami megvan Blu-ray-en, ami egyben a legdrágább Blu-ray, amit valaha láttam. 15.000 forintért. De az olyan film is, hogy leszapod magad, ha ezt vele látom, világa van. És egy 84-es anime. Még a izén gondolkodtam még a Totoro az ellenvilágon. Azt hiszem az a címe. Az Black Lagoon ugye Millie-re a Second Barrage, vagy nem? Azt ugye nem.
Akkor jól emlékszem. Nagyon rég néztem el Black Lagoon, nagyon rég olvastam Black Lagoon, mert a mangaka is megmondta, azt inkább pornót rajzolt. Az jó. Konkrétan több doujin rajzolt, mint folytatta a saját mangáját. Hát már rájött, hogy ebben van a píz. Ja. Hát japánok. Még a Black Lagoon is olyan sorozat, hogy minden, mindenki horny minden női karakteret benne. Az... olyan, mint a Grisaia no Kajitsu-nak az extra részei, ami konkrétan soft porno hentai. Még semmi értelme, nem viszik előbbre a történetet, csak azt látjuk, az meg, hogy igen, az történik. Remi csak a pisztolyra horny. True. Viszont a Helsing Ultimate-et is meg kéne néznem. Azt sokan szeretem. A srácok meg az dolgozom most, úristen. Nekem az ova az tetszett. Az a 13 rész. Csak baromi rövid volt, és a végén úgy keltem fel a gépele, hogy ennyi volt. Lehet, hogy vétek, de én azt hiszem magyar szinkronnal néztem meg, ami hát végül is annyira nem rossz. Tényleg az volt magyarul is, Jézusom! Igen volt. God. Dr. Stone. Dr. Stone jó van, vagy? Na annyira unappealingnek tűnik nekem. Nekem a Green Box a kedvenc animém. Nekem meg a Cory in the House. Főleg mert Bírió vezeti, ahol egy rappere beülnek a kocsiba és füveznek. Na majd lehet megpróbálva mangát Dr. Stone-ból. Ne, tényleg ez az én hülyeség, egyszer jobban szeretek olvasni. Saját tempomban gyorsabban is még a sok mangát, mint hogyha végignézem egy animét. Majd a Postal 2-ben majd feltűnnek azok a izé tüntetők, akik a könyvtár előtt voltak a házad előtt. True. Tényleg azt is be kell fejezni kicsiben, még ott van a szombat vasárnap. Meg volt a Postal 3. Jajjaj. Jajjaj, lesz abból. Jajjaj. Figyelj, a Zacknek a sosszitoningos verziója jobb, mint amit Steam-en árulnak. A Zacknek elküldtem ami 8 gigányi hangfájlt Google Drive-on keresztül, mert leszett az orosz verziót, és azt összeolvasztotta. Az orosz verziónak alapból... bocsánat, rosszul tudom. Az orosz verzió alapból kevesebb helyet foglal, valami több gigával kevesebbet, mint ami fent van Steam-en. LOL. Zack csinálva egy ilyen shufli tuning verziót, és passzus sokkal jobban fut, mint amikor mi próbáltak a Steam verziót. Nagyon szép az elég még, amúgy tényleg egyszerűen szabálom kinézetére. Jaj. Jó lesz. Nem rossz, eddig tetszik. Családbarát stream. Jaj. Az is volt, igen. Famous last words. Isten, de jó, hogy van egy rakás potionom meg. Még a blokk is se vesz, bazd! Ó, biztos Dodgers, biztos lesz. Hogy vennem kéne meg jobb itemeket. Hűvi neki amúgy anyázni. Ó.
Kirbyhez end moment. Nem akarom kimondani. Hey, squeeze it, N. Full HP, jaj, de jó. Ebben pont az a cringe, hogy máma néztem a Pin My Ride-ot is. Hát ott volt egy olyan fordítás, pont azt a részt néztem, hogy a srácnak az idézőjeles öreg anyjától vette $500 a kocsit, és annyit mondott Exhibit, hogy a nagymama majd kapni fog egy nigarettát. Damn, that's a nice car! De akkor nem ezt mondja, ó. Nem. Azt csak kereszt mondhatja. Elhasználta egy potion, dobott egy potion. De jön még egy, istenem! What the fuck? Azt mondják, a jobból soha nem elég. Jaj, ne. Még egy. Nagyon sokat sebeznek ezek, basszus. Captain Dragon. Mi a? Sebzett egyet. Na, nem áll istenem, mi ez? Nem tudok, akkor el tudom, hogy eltem a fejét. Nézd meg. Ez úristen, a boss fight a legrosszabb része játéknak akkor valami. Messze a legrosszabb. Rájöttem, és nagyokat ugrik. Ó, istenem már, mi ez? Hát... Na jó, talán rájöttem. És rájött a patternre, ki ez az ember? Na, valahogy rájöttem. De, ne, beszorít, beszorít, istenem, beszorít! Az isten itt már. Mondtam én, hogy szerintem egy istenmérő kéne. Istenmérő? Igen. Na, legközelebb bevezetünk egy olyat. Jaj, jaj. De az isten itt már komolyan, hát... Ez hit... Annyira gagya kardnak a range-e is, azon hihetetlen. Az isten itt már. Hát, igazából tudsz venni másik kardot. De aminek nő a range-e is, vagy? Igen. Itt majd mindenképpen indítszik be a boltba. Mert itt csak szivatod saját magadat. Jó, mindjárt megvan ez. Nagyon remélem, mert... Ahogy látom, négyeket sebzök.
szarozok én. Oh! Nagy pénz. Hát ez csalész! Ez csalész! Nem érdekel! Nem ér... Ó, végre medve lettem. Fú. Bazz! A pofám leszakad! Városban lehet potiont venni? Tényleg elején? Lehet. Szerintem. Nézd meg. Nem bírom eltalálni, szóval ilyen jövő eszöves, istenem. Ugye ez orosz? Ne, ez orosz áll inkább, ugye? Mert hát, hogyha átváltasz a izére, a régi módra, akkor... Aha, az. Van valami speckó képessége? Azt hiszem, ez sem ez a legtöbbet. Meg a régi rész, ugye neki volt a legtöbb karizmája. És hát az eredetibe. Milyen jó megcsinálva, hogy húzza maga után a kardot. Imádom, imádom. Látszik, hogy mennyi effort volt ebben az egész projektben. Fú. Olyan pedig azért itt a nyugaton nem volt annyira elterjedt ez a játék, szerintem. Nekem sem rémlik, hogy nagyon elterjedt volna. És elterjedhet volna. Hát úgy magában a Master System. Hát ez Európában meg Japánban. Ja. Amerikában nagyon nem tudom. Hát attól függ, hogy melyik Amerikában, mert Dél-Amerikában el volt terjedve rendesen. Ja, ott mondjuk, ja. Sőt, még a braziloknál kiadták a Mortal Kombat 3-at Master System-re 97 vagy 98-ban. Amikor hát, már PS1-ben pakolták a játékot. Hát ők megoldották. True. Ügyesek ezek a braszilak, én mondom. Hát ja, végig is Duke Nukemet is kaptak meg a Drive-ra. Tényleg? Most... Aha, tényleg van. Tényleg létezik. Volt meg. Fú, na az... Az a kurva. Hát olyan, mintha Wolfenstein ez nekebben. Hát, elhiszem. Jó, hát végül is a Wolfenstein is kijött Super Nintendo-ra. Jó, szar is volt. Hát, amellett, hogy szar volt, kivágták belőle ugye a Hitlerre utaló nyomokat, ellenben kapott a kisgyerkőc két új fegyvert, kapott egy lángszórót, meg egy rakétavetőt. True. Azok már voltak a Macintosh verzióban is. Néhány konzol verzióban volt még. Na ez micsoda? Oh. Ó! Muramasa Blade! Na, damage-ünk az van bőven most. Wow, holy shit. Hell yeah, brother! Hell yeah! Nagyon más fel nem tudok itt menni, vissza kell mennem a levelére. Nem, a Duke Nukem 3D Mega Drive-on az egy érdekes jelenség. Na szervus, premium fejű! Húha, hát én most nézek belőle egy gameplayt. ugye, nagyon tré. Hát, ilyen nagyon low effortos. A másik csőbe kellett volna esnem. Ah.
10 FPS per gépkocka. Komolyabb, mint a Headband. Itt alapjáraton bármiféle ügyintézés Magyarországon a békaság alatt van. Bármit el akarsz intézni, szopni fogsz vele. Akkor ezek szerint sikerült lepapíroztatnod a kocsit, értem. Ez az, végre mehetünk metrózni, mert hát ugye underground. Silvert hallottam volna. Nem, csak armor kéne, mert az attack statom az most elég magas. Na, mindenki iszogat. Nem, csak teázgatok. Literálisan teázgatok. Jézusom, mennyit sem az a hütlenever. Oh god. Még csak kólázok. Jézusom, mennyit sebeznek ezek. Oh fucking hell. Valószínűleg armort kéne most felvennem. Elképzelhető. Sőt... Gamer fuel. Ez annyira jó. Hát a holnapi Jäger percent run, hát az zseniális. Az halál lesz, mert a Ghost in Gambit az egy olyan játék, hogy kiég az ember tőle hamar. De várjál, melyik Ghost in Gambit? A Nintendo-s vagy a... Szerintem az arcade verziót fogja a Gajverse-nek úgy remény. De múltkor írtam neki, hogy most ingyenes Switch-en a arcade verziókban. Oh. Azt meg. Mondjuk az egy szép játék amúgy arcade. Nagyon amúgy, csak nagyon bullshit is. Hát, tudom, igen. Nagyon-nagyon bullshit. Na gyere, de ne vélecske. Egy kicsit gyengébb armor van rajtam, de legalább immunisát ez a lávában. Hát, hogyha pont jó. A Ghost and Goblins az Wonderboy 3, The Dragon's Trapsword 2. Hozzá keverve egy kis Castlevania-s finomsággal. Nagyon sokat sem ez a szellem, Jézusom. Fokhajnom is. Ó, a kedvenc részem! De hol lehet potiont venni? Annyira nem rémlik. Hajdaságból egyedül költöztem Magyarországra, így a jövőben félre tudok tenni, hogy saját ingontlant vásárolja, illetve befejezzem a tanulmányaimat, Andrea 22 tatabánya. Hát a kurva anyádat az! Literálisan.
csak egy ilyen terem. Otthon csak akkor tudsz félretenni pénzt, bazeg, hogyha nincs elhiteled meg, hogyha... Én nagyon rossz van, amit. Így van. Meg hogyha van egy beszokott munkahelyed, ami a főnyalat ad magad a vezérszerep pozícióba. True. De nem tudok minden ezen menni, feladatom. De még van egy sas, ugye azt mondta, nincs sas, mint forma, amit meg lehet szerezni. Így van, sas komát is meg lehet szerezni. Végre. Buzz! Mert van itt egy rész, ahol fel tudok rá. Biztos, hogy fel kell repülni itt a kútnál. A szökőkútnál, ahol van ez a bizonyos nevezetű Jeanette. Hát, hogyha tényleg kéne csinálni ilyen No Death Run, akkor tulajdonképpen eddig győztél, mert még nem haltál meg. Oh, fuck. Ja, igen, a kérdőjel az azért kérdőjel, mert nincs annyi pénzed, hogy megvedd. Nem is tudod, hogy mennyi pénz kell hozzá, úgyhogy hajrá. Yes. Oh. Annyira nem emlékszem erre amúgy, hogy így bármikor eltetett alakulni. No death run. More like no thanks. Ott a kedvenc magyar tini bankám. A no thanks. Nem kellett volna leugranom. Fuck! Az istenit. Egy kis blokk miatt, istenem. Egészet újra.
szakadtunk meg, vagy ilyesmi, ugye? Nem. Okay. Ó, kifli! Ó! Valamilyen kardot vettünk fel. Sajnos böngészem itt a bakeliteket is. Jaj. Ha még itt van még kukac fekt, akkor ő ismerni fogja, mert most az idén kihozott egy, szerintem egy singlet Jidrától a Snake, mi ez? Snake Monasteryt. Aztán ez lehet, hogy album. Nincs bakelit vásárlás, miről beszélsz? Én is vettem tanap egyet. Eddig nagyon jó tartom, mert még én sem vettem bakelitet. Megálltam azt a kaptont, muszáj volt megvennem. Csak hát nem az 1988-as eredeti kiadás, te kis szemét. Hát jó. Jó, végül is az egy 180 grammos repress volt, ahogy néztem. Azok is jó. Hajlítan leszek. Let's fucking go! Csöves lettem, vagy csöves nőket kell félem. Ez Robika? Ez Robika 2002, igen. Sajnos túl sokat hallottam már. A Mike Cream-es örök turnás láger. Legjobb a Mike Cream, ahogy állod, szétverlek. Még nem volt itt semmi bolt, ugye a sivatagban? Nem úgy rémlik. Nem úgy rémlik, igen. Apa, valami itemet venni kéne, hát... Az isteni. Pedig most, hogy feloszlott azt hiszem a Daft Punkban, ő kéne venned egy jó kis Daft Punk bakelitet. Mindenféleképpen. Hagyjál békén, apa! Nem szabad. Jank fact, az csak jank játékot vehet, semmi más. Mondjuk, amit utoljára vett, Crystal Method album, azért az elég god tier volt. Ez tényleg az. Viszont az a baj, hogy... minden, amit útkor vettem, az original presses meg. Szeretem az Iron Maiden, pucsi! Semmi gond. Hol a blokk gomb? Mondjátok meg, hogy kell blokkolni embereket? Menni? Én szeretem a Maiden. Reportolni a csatornámon lehet. Légy szíves, nyomjál rá. De legalább ötször. Egyszer se fogadom fel. Ezek után már nem hiszek neked. Annyira szarával játszva az Iron Maiden, hogy mondjuk alapjáraton sem szeretem őket. Ja, de gondolod nálatok minden kezelre. Hát sajnos. Az egyetlen tényleg a ilyen angol metal banda, vagy pre-metal banda, amit szeretek, az a Judas Priest. Good taste. Very good taste. Szóval kukac fekt, hogy is vagy a bakelit vásárlásokkal, mondjad csak. Kukac fekt. Rámentem sajnos a Discogsra is, hát még mindig ott vannak azok az itemek, amiket meg akarok venni. Faj, nem a kollekcióba akartam. Erre a pajzsra kányolni fogok most pénzt. Jó, hát ezt el sem tudom mondani.
tehát a kollekciómnak a minimum összértéke 2437.75 euró. A középára az 3908.12, a maximum ára pedig 6874. Úgyhogy ebben azt hiszem nincsen benne se a Tekken 2 OST, meg a Tekken 3, mert ez nincs fenn, azt hiszem diszkózzon még. Oh. A nyugnak megvan a teljes diszkográfia, mert ő az egyet is megvette. Nice. Én azzal úgy voltam vele, hogy én ezzel nem sokat játszottam. Tekken 1-es soha nem játszottam. Hát, az nagyon jank az a játék. Az ilyen Virtua Fighter szorozva másfélszeressel. Ahogy hallottam, ja, ezt is tudom képzelni. A kettő már egy picivel jobb. Nem sokkal. De már játszhatóbb, de a három. A három az meg az mai napig Gotthier, és szerintem a legjobb Tekken. Change my mind. Nem sokat tekkeneztem. Három és Tag Team-en kívül, szóval nem tudom kommentálni. De elhiszem neked. Jaj, ez a kurva nuja beszélő, ez nem akar lejjebb venni. Nagyon nem amúgy. Pedig egy olyat kintel leszek venni majd valamikor. Én is. Az izét szeretném majd megvenni tőle, a Love Sync-et. Vagy na, Love Sync-et. De hát a legalacsonyabb ár 43.34 euró. Fú. Hát jó, nem olcsó. Meg azért beraktam ide a Jackie Brown-nak az OST-jét, meg a Pulp Fiction-nek is, és hát sajnos az is megy főfele. Jackie Brown-nak pont láttam az OST-t a médiában, akkor vettem az MTV-jelem ezt. És mennyire vesztegették? Az nem ülj be az ára most írtam. Mondok közben egy fun fact-et, chat. Miatt elkezdtem a streamet, Dennek meséltem, hogy kedden kibasztak a jellegi munkahelyemről, úgy, hogy kedd reggel pazd meg telefonhívásra keltem. Elvárták, hogy menjek be délután 1 órára, adjam le mindenemet, aztán szavaz. Megkaptam a kielégítést ma, de hál' Istennek van backup lenem, mert közben a volt munkahelyem megkeresett ismét, és egy-két héten belül vissza fogok menni, jobb fizuval, jobb feltételekkel. Szóval nincs para, csak ja, bazz, ez itt tényleg mi a fasz? Ez egy olyan bassz helyzet, tudod, hogy felkezd reggel egy telefon csörgésre, és volt kómásra mondják, hogy amúgy ki vagy baszva, gyere be egy órára, és akkor megkapod a kielégítést, papírokat, stb. És te annyira főbaszod magad, hogy elmész és veszel egy kibaszott pakeriklemezt. Ez amúgy valós, a felbaszás részén kívül nem basztam soha magad, igaz, valahogy megkönnyebbültem, de... Azt mondták oknak, hogy nem teljesítek jól, hogy visszatartom a csapatot, nincs meg a napi kvóta, ami bullshit, meg hogy többször szóltak is, hogy egyszer sem fogadtam a tanácsokat. Szóval ilyen tipikus bullshit szöveg. Ebből csak azt tudom következtetni, srácok, hogy multinál ne dolgozzon senkivel. Ha nem szopsz eleget, akkor nem szopod fel magad a ranglétrán, akkor kies onnan hamar. Hát valószínű, hogy te is csak egy ilyen idézőjeles pénzteher voltál számukra, ezért megszabadultak tőled. De nem, szóval, hogyha nem menne ez a backup plan, hogy visszamegyek a nagykövetségre, akkor pánikolnék én is. De így mondom, röhögtem és elmentem MV-re ezt elérni. Mondjuk ezt egy telefonban leközölni, hogy amúgy ki vagy baszva, ez egy elég geci húzás. Mert akkor inkább, hogyha én lennék ott idézőjelesen a főnök, akkor megmondanám, hogy figyelj, be kéne jönnöd egy órára, és akkor szeretnék veled személyesen beszélni. Persze, valami ilyesmi. De azt, nem hogy arra kell tenni 8 óra. Tipikus bullshit dumát, hogy nem teljesítesz jól, hogy izé. Hát akkor már mondja meg, hogy figyelj, nem tudunk ennyi embert föltartani. Sajnos te új vagy a csapatban, nem tudtál beilleszkedni, vagy valami. Jól teljesítettél, de sajnos meg kell válnod tőled. Nem persze. Szívesen, csak ez a helyzet. A kollégáim is így meséltek, hogy bullshit-kodtak Teams-en, hogy Csaba nem dolgozott jól. Hiába szóltam neki többször, nem fogadta meg a tanácsunkat. Ami bullshit. Napi kultán minden nap meg volt, szóval. Nem is baj, abszolút nem baj igazából. Június 6-ára előre is ma boldog névnapot kívánok. Köztesem. Így egyszerűen... Főleg úgy, hogy apámat is úgy hívják. Oh, nice. Meg arra jöttem rá, hogy meg gecire utálom a home office-t, hogy bazd meg, én nem tudok itthon dolgozni. Nem azt, hogy nem megy, hanem gyűlöm, hogy nem lehet soha menni munka után, most a Covid miatt. Semmi.
De jó, szóval srácok, multikkal óvatosan. Én tudok menni munka után általában haza. Ja, de, ja. Most legalább visszajön az élet úgy, hogy majd járunk dolgozni megint. Fasza lesz, de lesz értelme a létezésemnek, és nem csak itthon ülök másfél hónapot. Dolgoztam, kifizettem meg minden, nem fizetett rosszul, csak hát ja, elég bullshit módon kezelték ezt le. Azt kérdezem, de hogy és albumért már megérte. Abszolút, én is így. Ugye azért mentem el a médiába, annyira néztem ajándékot szülinapjára. Végül vettem neki Bluetooth hangfalat. És így nézem a bakeliteket, és mondom, hogy pályá már, hoppá! My bros on the cover! Muszáj volt megvennem, ha 5000 forint élmény volt. Amúgy ez dupla lemezes kiadás? Ne, egy lemezes csak. Még nem bontottam ki, majd hogyha megérkezik a lejátszó. Ja, valószínűleg a 180 grammos nyomás miatt. Azzal fogom felavatni a lejátszót majd mindenféleképpen. Utána a Pantarejem, az a Pantarej lemező, amit vettem, az kurva jó amúgy, meghallgattam YouTube-on. Ja igen, azok jó. Azt a kurva. És 500 ezért érdemes elmenni ilyen izé. 500 forint volt, basszus! 500 forint! Ezért, és hogyha megyünk majd bolházni, hogyha majd én is hazamegyek, én tuti majd rácuppanok a pokelitekre. Ja, aztán végül az, úgyis az lesz, hogy nem veszek egyet se is, hazajövök egy csomó PS2-es jank szarral. Hát én azért bántam meg múltkor, nem vettem meg a The Last Salt rögtön. Hanem bementünk, meg azt meg kellett volna. Azt tőle meg kellett volna. Visszamentünk utána meg Benzo, vagy megnéztük ketten, és már nem volt ott, de a maiden még meg volt, szóval azért van a backup plan, mint második plan, azon akarok lenni. Nem tudod majd meg, de lesz volt lemez volt, mi? Nekünk úgy érmik az első lett, mint hogyha az első lett volna. Fú, az most hirtelen nem ugorik be. De jó. Szóval nincsen para, srácok, nincs az most, hogy 10 per, nem tudok dolgozni. Kb. Egy hétig még itthon leszek, aztán go back to work. Jobb feltételekkel. Igazából megérte eljönnöm a nagy költségről, mert beismerték, hogy nem voltak olyan felrek. És szeretnék ezt valahogy javítani most. Ó, megvan! Azt mondja, 3 feet high on... mi ez? 3 feet high and rising. Az az első lemezük. Azt hiszem az volt, jól azt láttuk ott. Mastership, ja. Jó. Így az utóbbi pár napban halt meg a Fat Boys-nak az egyik izéja. Alapító tagja. Jó, olvastam, elég para. Én azt... nagy kanizsán vettem meg azt a lemezt, 500 forintért. Wow. Azt se tudták, hogy mi az, hát én meg ugye hallgatok ilyeneket, és tudom, hogy ez nem annyit ér. De ez egy kurva jó deal volt. Abszolút az. Tessék mire egy shortcut. Hát figyelj, Dodgers, majd egyszer leírom Discordon neked, de kurva sok mindent beismertek most itt nekem. Ők maguk kerestek föl, múlt héten már voltam a főnökömnél is meetingen. 2 órán keresztül beszéltünk és viszkiztünk, tehát jó volt. De ja, megéri visszamennem így, tehát nekem is jó lesz most. Miért pont viszkit? Buris ki a kutyának, az nem jó. Az volt a főnökömnél csak most. A gin tonic, na az igen, az gottiac volt. Az is jó. Na, próbálj meg ezt a részt újra. Maga van, bának, hogy a traktor részét nem tudtam elhozni, bazd meg. Nagy kornizsát. Kurva életbe pedig direkt félhetettem. Mert egy olyan CD összeállítás volt, mint a Freddy, amit bemutatott így a 60 000 meg a 70 000 követőnél, és rajta volt a traktor része, csak azért. Elmentem, tettem egy kört és elraktam, mondom, veszek egy pár pakelitet, mire visszamentem, eltűnt onnan, bazd meg, pedig a legalján volt direkt. Aha. Mi is így direkt hátra tettük a delászó pakelitet, hogy hátra nem viszi el senkit, aztán elvittek közül valaki, meg az orson csetet. Úgy kellett, hogy nekem is volt ilyen, kibasztak. Elkerestek a másikán. Hát ja, nálunk ott a nagy követségen próbálkoztak a helyemre bárkit keresni, de nem akarta senki bevállalni. És végül múlt héten felkerestek maguktól, hogy nem akarnék-e visszamenni jó feltételekkel, de először beszéljük meg is beszéltük. Én mondtam, jobb fizút, elvileg meg fogom kapni, meg az, hogy direktben az ügyfelekkel foglalkozok, ügyfelszolgálatom megint a front office-ban, ami jó. De jó, hát para az a helyzet, hogyha most nem lenne ez a backup-tán, akkor ja, most én is
szophatni megint a munkakereséssel. Na, azt hiszem a shieldet meg lehet kifarmolni, mert... És jó magas a defense-ünk is. Jó, ezt még kukasz fektnek mondom, hogy máma néztem Paint My Ride epizódot. És az a srác volt benne, akinek a nagymamájától vette $100 a Buick-ját. És tele volt ugye cigarettacsikkel az egész kocsi. És azt a drága MTV Magyarország, vagy a faszom se tudja már, hogy kiszinkronizálta le, úgy szinkronizálták le a végét, amikor mondja Exhibit, hogy a nagymama kap egy nigarettát. Azért ez most már nem olyan biztos, hogy megállna a helyét, hogy PC-gyanát. Nem hát. Ezért ma már felszabálnak kell valami őket. Hát konkrétan. Na, shieldet megértek kifarmolni. Ezek a szellemek eddig ott másfél-két szíveket sebeztek. Én nem mertem elfogadni ezt, ne haragudjál! Kicsit el van döntve, ha. Amúgy. Ja. Most nézem a chatet, baszik. Elfogadom. Úgy jönnek rá, hogy mi ez. Ezt amikor először meghallottam, az akkora meta volt, úgy beütött. Gondolom. Meg úgyse leszek Twitch Superstar szoktak mindegy. Jó az streamel, és arra, hogy veletek dumálgassak közben. Hogy bontoljon a tím. Majd fölpusztolunk, majd ne féld. Jajjaj. Csinálunk még egy, mindenki csinál egy 10 alakauntot. Nem olvasom föl. De tényleg, a Nogger az amúgy kurva finom jégkrém. Tudom, csak. Nekem az ilyen régi hagyitás termékekből a izé volt a kedvencem, a Romero. Nem Joe Romero. Júj, az tényleg nagyon jó volt, emlékeim szerint. Nagyon jó volt. Itt haltam meg az előbb. A kedvencem az, amikor 50 Cent eljött Magyarországra és pózolt egy negróval. erről van kép? Azt hiszem van. Isten, most hallom először, de már tetszik. Szóval, ja. Kurva mázis vagyok most ez a munka dologban, Jézusom. Mi az Istent vettem fel? Ne törődj vele, it just works. True. De jó, hogy mindig csak pénzt dobál, komolyan. Azért, mert we've got to have money. Money! Azt a régi Tom és Jerry rajzfilmet is újra kéne néznem. Sok mindent kéne csinálni. Ami megvan nekem VHS kazettán, és azért is azon fogom megnézni. Helyes. A VHS az egy olyan korszak, amit a büdös életben nem kívánok már vissza. Én sem. Van benne Soul, de amúgy geci fára, geci izé problémás magnókazetákat tekergetni. Magnókazetákat tekergetni. Megjött a japánba. Basz meg! Ne! Beugrottam és instant megölt! Fuck! Az Isten itt van. Kedvenc részem! Akkor most jöhet egy cseresznyi a papának! Basz! Az Isten itt, jaj, nem már. Oh, fuck. Ez eléggé kifli approved volt. Baszom. Hol tudok potion-t venni? Annyira nem bír. És hát rémlik, hogy hol vagy, csak az nagyon messzire el kell menni. Kéne az egér fogni most.
kalózos sárkány után akartam volna, csak nem bírtam rájönni, hogy hol volt. Ugye a kalózosnál használtam az összes potion-t. De... ha beugrott, csak vissza kell vonnom. Hát nem tudtam bemutatni a játékot, ennyi lett volna. Ennyi lett volna, sziasztok! Basszus, a múltkori bolhánikot találtunk Daikatanát és Blood 2-t együtt, hát ez így... úristen. Daikatanit is elvittétek? Igen, a Hydra elvitte a Daikatanát. Pedig szerintem volt... az nem annyira egy jank játék. Nem olyan szar az amúgy. Mind a kettő 500 forint volt. Egymásom volt a kettő. Vagy nem is tudom, legfőbb volt a Daikatana, Stócban, opa. És a Blood 2 meg legalul, obviously. És a Blood 2-t kivitt el? Hát ki más, ha nem én. Oh. A Skifli akkor. Abszolút, meg elhoztam egy Condition Zero-t 500 forinttel, és működött a kód meg. Ami elég király. Hát, az igen, de maga a játék annyira nem az. True, de hát... nem akartam ott lenni a sok szar között. Sok én... szar között erre mit csinálsz? Elhozod a Blood 2-t. Igen, azt mondom, meg akarom csinálni, normális borító legyen a Blood 2-nek, mert tényleg PC gurus maga a kiadás. Tehát ki van printelve a borító meg ilyenek. De majd megcsinálom a sajátomat. Az olyan, mint az a PS1-es Crash Bash? Köbben, aha. Hát hasonlókat, hogy tudjuk. De ez tényleg akkora egy remény volt. Blood 2-be belefutt, így köbben a vége fele. Ja, igen. 9 szerencsés embernek, idézi a szerencsés embernek megett van Blood 2-t. De megcsináltam és működik normálisan Windows 10-en most már. Ó, szerszámkészlet, azt adom. Racsniszkészlet, az mindig, mindenhova jól jöhet. Nekem is kell majd vennem egyet. Ja. Főleg, hogyha van autód, akkor meg aztán főleg. Így tudom, hogy volt egy potion-s a legvégén ott a vizes résznél, de ki kell farmolni. Úgy terveztem, mondtam Zeknek, hogy ha Zek elkészül a vulkán cápa oldalon, fel fogunk dobálni egy pár játékot oda. Köztük a Blood 2-t is. Ami normálisan patchelve van. Meg a Postal 3-at. Meg az is ott lesz, valószínűleg a Z is, de volt is, obviously. Ha kell, akkor én oda tudom adni az American Stars Most Wanted-et, mert megvan. Ez egy kifli játék. Aha, csak próbáld meg futtatni modern operációs rendszeren. Az nem annyira kifli. Megmondom. Még nem jöttem rá, hogy kéne. De én ezért nem akarok venni egy XP-s gépet. Nekem van egy, csak meg kell majd csinálni normálisan. Ki az a Sony laptopon? Aha, amit a nagybátyámtól kaptam. Azt hittem, hogy Mad Mike adta neked. Csubi, látjuk, hogy szeretsz Blood 2-zni, ezért megleptünk egy új Sony Vaio laptoppal! Jó. Annyira van benne, hogy egy millió szám is ráfér! A kurva életbe! Ez barha drága, ez nem jó. Ó, 945? Bazz, én ezt nem farmolom ki itt most. Vagy... ez olyan, mint a Benyónál a semmit sem érő érme, hogy mindig csak drágul. Én ott gyűjtögettem a pizza szeleteket. Én is gyűjtöm. Akarok egy random talksót azért. Random talksó, az mennyitől van? Ami 20 ezertől, vagy mennyi? 25? Azt szóljál, azt a kiváltom neked. De gyűjtögess másra, biztos ami extrémre akarod. Nem. Vagy csak a pizzázásra gyűjtöd? A pizzázás az már literálisan amúgy megtörtént. Mm. És nem engedett fizetni a motok. Na. Szép. Mortyr 2. Csak az egyen játszottam. Mortyrban még azt hiszem van 3 is, nem? Meg azt hiszem 4 is. Nem akarok hülyeséget beszélni. Hát ezt
nem tudom, egy potion ki kéne farmolnom azért, mert... De ez egy kicsit nehéz. Mortiröt. Ezt remélem te programoztad már. A tegnap programozta le. Az egyik kedvenc Mortirom. Tudom, azt a Dragon mit tudom mi közöte. Játszott ja. Azzal a szarral, közben programozta a Mortirötet. Mert hát tudnélik, Darcsillán megvette a izé jogokat a Mortirhoz. Meg a Source Code is megvan neki. Mondom, megvette ilyen két zacskó szotyért árulták neki. Á, 60-as pizzáért fizetett. Szerintem kurvára megérte. Kicsit el fog tartani chat, bocsánat emiatt. Mert egy potiont ki akarok farmolni, azért legyen. Hát ez egy Master System játék, mégis mit vártál? Mega System, boys! Például amit vettem Panzer Dragon PC-re, az perfektül fut Windows 10-en. És ez egy Windows 95-ös játék. Nem tudom, hogy az Istenbe, de... Hát ő akkor tudta valamit. Jó érzés. Tényleg perfektül fut. Abból is akarok majd streamet, csak nem bírom OBS-sel capture-olni egyáltalán. Boys Mega System. Let's go! Melyik az a három, ami játszatlan DRM miatt? Valami rossz lehet azt tudni, mert azok szoktak olyan DRM-et rárakni, hogy beszarsz. Ha megvan az eredeti játék, akkor se tudod elindítani. Ez orosz poszta 3-nak saját DRM-je van, basszus. Bizony. Zek még MSP-nben csinált egy tutoriát, hogyan kell azt a szart használni, mert rosszul van az egész. Teknős béka kalandjai, a csirkék visszavárnak utolsó áttörés. Egyiket sem ismerem, literálisan egyiket sem. Hogy ne ismerném a betet, az egy nagyon jó izé. Csatorna. Csatorna. Black Entertainment. Television. Ja, Bash! Azt már... Bash? A DRM abból állt, hogy kell a magyar foglalkozónak e-mailt, SMS-t küldeni, meg fejlődni, és ők adnak. Hallod a izéjen amúgy? A Doom Collection-t kiadták annak idejében a narancsárga tokos kiadásban. És nem Steam kód van a tokban, nem, egy külön kód. Be kell reggelned egy külön websájtra, oda megkanadod a kódot, és elküldik e-mailben a Steam kulcsot. Szerintem ezek közül a Heat epizód 1-nek van a legjobb aktiválási rendszere. Ja, vonalkód. Vonalkód, hogy baszd meg! Szekurom. Ú, az is. Hát az olyan, mint a Sekiro, nem? Orosz dzsenkekre szoktak rátenni olyan DRM-et, meg ilyen Securumokat, bazeg. Hiába van meg az eredeti játék, akkor se tudod aktiválni. Komolyan just like boy. Beton Soldier-t nem vágom, hogy ránézek. Ben, komolyan mondom, nekem bazd meg nem Steam kódot abban a szarban, még külön websájtra kell reggelnem. Még kézikönyv is volt benne. Hát akkor te ilyen nagyon early access-be kaptad. Valószínű, ami... 2017-ben vettem még azt a kiadást. Ajde, az Doom Collection az a izé, amit már a Bethesda adott ki? Valószínűleg, aha. Nem az a régi, ami 2003-ban jött ki, ilyen
kék-fekete coverrel. Ez már akkor, akkor ez az, amikor az internet patcheli a Doom 2-t, nem? Hát figyelj, ezt még akkor vettem, mielőtt variálták volna a Doom-ot, vagy átírták volna a Unity Engine-re. Majd most már meg tudsz venni Bethesda Store-ból, meg Steam-en, meg ilyenek. Igen, 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 az az a kiadás volt már nekem is. Na, lassan megvan már a pinc. Azért vettem azt a Doom Collection-t, meg a PS1-es Doom-ot, mert abban az évben jött John Romero Magyarországra. El akartam menni Pixelkorról, hogy dedikáltassam a... legalább a PS1-es példányt. De úgy lebetegedtem, bazd meg, nem bírtam elmenni. Semmi gond, helyetted megtették mások, akik a Doom 3-mal dedikáltak. Nem én csináltam ezt a játékot. Ez kurva jó. De Benzonnak van közös képe a Joe Romero-val, geci. Pár hónapja mutattam meg. Nekem az volt az igazi meta, amikor a buli végi játszásában mondta, hogy az egyik barátja a Record Store Day-en Sean Lee-vel csinált egy közös fotót. Wow. Az adja. Hát az a csávó egy legenda. És valószínűleg Romero már soha nem fog Magyarországra jönni. Nem, de ellenben megkaptuk a Doom szigilt, aminek a kurva anyját, de rohadt nehéz. Na, én is vittem még végig, mert Switch-en játszottam vele Ultraviolence-en, és... konzolon hát Ultraviolence-ezni nem kényelmes. Hát, elhiszem. Pedig végig tudom, hogy egyet... Hogy ilyen normál fokozaton játszottam végig azt a játékot, mert én megvettem ugye a gépre. Aztán fogtam, kirippeltem belőle a... Jimmy Padokos midit, és főtöltöttem YouTube-ra. Oh, nice, nice. Egy baromi igényes mappa, csak jaj, nehéz. Hát az egy MP3 számok legyenek egy Doom-ba, hoppá. Jó. Oh. Nem másról, mint Buckethead-től, azért az... Na, mindjárt végzik, hogy csak feltöltöm a HP-mat most már. Valami olyasmi. Na, oké, jó, azért menjünk. Úgyis az lesz, figyeljétek meg, ha nekivállok annak a résznek is, rögtön megvan valami. Jéééé, kiformultál egy potit! Egy potit, Jézusom. Ez csak egy potit. Nem volt, nem tartott ez olyan sokáig. Ami a Doom 64 mirror nekem kurva kényelmes volt Switch-en. GameCube controller-re játszottam. Ultraviolence-en. Hát pedig azért mondják, hogy a GameCube-nak a controller az... Megcheckolom majd, thanks. Hát... ja. Bizonyos játékokhoz, ami marha jó a GameCube controller, de valami azért nagyon szar. Smash-hez tökéletes, az tény és való. Az istenük meg. 64 controller az egy piece of shit. Én szeretem azt a controllert. Egy tök jól néz ki amúgy. Nagyon tetszik dizájnra, de úristen, tudom használni. Kedvenc controller típusra amúgy. Mindez, amit nagyon szerettek. Félj, de én már tudni fogom, hogy kukac fett az Xboxot fogja mondani. Nem is, mert Dreamcast-e. Kukac fett azos, mert Dreamcast fanboy. DS2? Mármint a Dark Souls 2? Így van.
az is mekkora fájn volt, amikor bolha piacon találtunk Wave World Controllert. 500 forint volt az, asszem, ugye? Csak nem volt hozzá adaptert, nem tudja használni ebben. Hát akkor itt csak az adaptert kell megfizetni. Jaja. Mondtam én, hogy Xbox Controller mond! Na hát, és nem Dreamcast. Ilyen meglepő. Én a virtuálisok néha nagyon szeretem. Top 3-as a Saturn Controller együtt és a... Nem tudom, mit raknék harmadiknak. A DualShockokban csak a DualShock 3-at nem szeretem. Úgyhogy semmi súlya nincs köbben. Hát az mondjuk tényleg jank. Most is DualShock, ugye játszom a Wonderboy-t. A Saturn Controller, hogy az tényleg marha jó. Én csak is azért mondanám a PS-nek a kontrollerét, mert hát ugye én javarészt PS-en nőttem fel és azt szoktam meg. És amikor havernál Xbox 360 hoztam, nekem nagyon furcsa volt átszokni arra. De már a izéért megéri a Forza Motorsport 4-ért, mert az öcsém egy baromi jó játék. El is hiszem, Hazolá is azt mondja. Szerintem a mai napig a legjobb Forza. Mármint a Motorsport kiadásokon belül. Én egy Forzával nem játszottam még, őszinte leszek. Akkor Küvi, stream után elkezded a PGR 1-et. Beszerzem majd. Az még sima Xbox-ra volt? PGR 1? Így van. Mert hát ugye a PGR ölte meg a Forza. Vagy na, a Forza ölte meg a PGR-t. Xbox klasszikom az van ugye. Full HP heal, jaj de jó, oh my god. De rossz helyen jöttem ki, mert felülkált volna. Van analog ravasza, bassz! Jaj. Itt sok az ödenfél. Na, egész jól haladunk. Full HP-n vagyunk, és még van egy pot is. Famous last words. Basz meg. Megérte ez a sok grind, úgy érzem. Szépen blokkolgattam a shurikeneket. Nem rossz, nem rossz, eddig tetszik. Nem rossz, és mindjárt crash-el a játék. Szokottam, hogy nagyon crash-elni. Nem az a játék. Hát már rég streameltem basszus ennyit zsinórban. Majd tényleg rég. És fél óra. Hát az... ja. Majd nem tudom, mennyi van még hátra a játékból? Fú, nem tudom. Elméletileg még a sas kéne. És utána jön a fő boss. Talán. Ja, az reális. Ó, potit dobott, de jó! Heck yes. Ilyen Hulk Hogan-es, hell yeah, brother. Hell yeah, brother. Én itt tennap akartam volna streamen, csak láttam egy Gusti streamet, a Korpiat is. Nem akartam belevágni már. Az inkább átöttem mára. Hát az én ezért nem streamelek, mert annyian vannak. Mostanában nagyon durván. Ami tök jó. Ez itt van, legalább tudom formolni a pontokat. Még
nem vezettem be semmi, nem is találtam ki még semmi konceptet, mit kéne farmolni, mit lehetne majd farmolni később. Hú, ez marha sokat sem, ez édesom. Ugye milyen jó lenne? Yep. Dark Chillában lenne egy oldal, de hát még sajnos nincs. Nem adtunk be elég Xboxot. Meg hát, hogyha rajtam múlik, nem is fogok. De menj be az ajtón! Jó. Oh god. Igen, nem vettünk elég Xboxot pontosan. Basszus, nem már. Na, hogy is mondtad? Hány potit van még? Sem ennyi már, mert olyan sokat sem az ellenfő. Oh god. De hát... Bullshit! Ez bullshit! Semmi projectile nincs már megint. It's bullshit! Hát ezt nem hiszem el. Ez komolyan nem hiszem el, hát... Oh, Istenem. Ah, a kedvenc részem! Jöhet a cserezni a popának! Jézusom, szerintem lesz part 2, mert... Hoppá! Potit kapok. You know what's bullshit? Ja, AVGM manapság. Az Istenem, ne már! Ne! Ne! Erik Acht, ne! The PS Triple! Ah, Istenem, ne már! Fuck this! True. Majd a te csatornádon. Én nem tudom, lehet, hogy most ennyi inkább, nem akarom neki, megint neki vágni ennek, meg kéne kicsit grindolni is, potik miatt, meg... God, úgy látszik, nem elég a armora, miért defense-ünk sem. Hát ugye, most simán lehet belőle egy port 2 is. Valószínűleg az lesz ebből már. Legalább elmények egyet Overwatch-ot, mármint mi? Mármint micsoda? Tessék? Na, hogy abszolút egy élmény volt ez. Köszönöm, hogy becsatlakoztál megint. Part 2-re mindenféleképpen várlak vissza. Engem csak itt tartott valami, nem tudom, mi csak ja, valami. Úristen, mit tettek ezek velem? Nem tudom, hogy mozdulni. Úristen, felettek Wonderboy 3-mal. De tényleg, köszönöm szépen mindenkinek, aki becsatlakozott. Sajnos nem bírtuk végül a játékot, nagyon szerettem volna, de most érzem, hogy leszívott a játék nagyon már. Meg elég bullshit-ek az ellenfelek, de lesz majd második felvonás. Nagyon királyak vagytok, mint mindig. Köszönöm a co-hostot, Mr. Dan. It's been a pleasure, as always. Hát majd akkor egy Nugarettára a vendégem vagy. Megyen úgy. Na, további szép estét mindenkinek, sziasztok! Csumali!